János evangéliuma, 14. rész. Jézus az út az atyához. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna -e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, Mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki énben nem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van, ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. A másik pártfogó ígérete. Bizony bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik párt fogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Azt mondta neki Júdás, nem az iskáriótes. Uram, Miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok, a pártfogó pedig, a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.